kezembe. Kenyérkerős tavasz fut a kertbe. Jussak eszedbe, mikor diderengve kúszik az ősz a falevelekbe. Hervad a rózsa, és nyílik a bánat. Tél, ha valaki a fehéren a házat. Jussak eszedbe, és menekül a felhő. Fényt harapulja a szív, és felnő kék szemény. Hogy a Kismérben is láthattuk, mintegy 700 milliárd forintnyi befektetés történt Magyarországon az elmúlt másfél évben, aminek megjelenítése egy talán könnyűnek tűnő, de mégis nehéz feladat, hiszen politikai közegben is érkezik a kampány, és a szakma, illetve a politikai sajtó előszeretettel darabolja atomjaira szét, amit készítünk. A következőkben szeretnénk azt bemutatni, hogy itt is egy nagyon komoly szakmai kommunikációs tevékenység zajlik. Érdemeink elismerése mellett mindenféleképpen meg kell azt említsük, hogy nagyon sok ügynökség munkája kerül itt bemutatásra. A Carnation reklámügynökséget szeretném megemlíteni, az ebolásokat, a HG360-t, illetve valamennyi nemzeti fejlesztés ügynökségben dolgozó kommunikációs szakembert, PR ügynökségeket és rendezvényszervező ügynökségeket. És akkor megkérem Istvánt arra, hogy mutassa meg azt, hogy honnan indultunk és hova érkezünk, az a végére kiderül. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az online kommunikációs történetéről azt mindenképpen meg kell említeni, hogy 2011-et megelőzően abszolút egy csatornás kommunikációt folytattak. Az nfu.hu oldal volt az, ami ellátta mind a szakmai információkat, valamint a lakossági célokat is kiszolgálta. Ez tulajdonképpen ez az egy oldal volt az, amiben ötvözték ezt a kettőt. 2011-ben történt egy szemléletváltás, itt tulajdonképpen szétszették a két kommunikációt, a lakossági kommunikációt és a szakmai kommunikációt. Az nfu.hu oldal maradt a szakmai platform. Itt ezen az oldalon tulajdonképpen abszolút azok az információk találhatók, amik a projektekkel kapcsolatosak, és az hát tulajdonképpen a felhasználókat abba segítik, hogy minél több információt tudjanak meg az egyes fejlesztésekről. Ugye ezen az oldalon elhelyeztek egy eseménynaptárat, amivel szintén próbálták segíteni az egyes felhasználókat. A fejlesztési programokat ezen az oldalon hirdetik meg, utána a segédanyagokat a pályázatokhoz innen lehet letölteni, valamint hát térképen, és ez mondjuk egy szintén a Carnationnek egy nagyon-nagyon úgymond díjnyertes alkotása, amivel Google Maps-en lehet nyomon követni, hogy az egyes régiókban milyen fejlesztési projektek indulnak, és tulajdonképpen a felhasználó abszolút vizuálisan és rendkívül egyszerűen tájékozódhat arról, hogy milyen projektek indulnak, és hogy tulajdonképpen mire érdemes pályázni. Ez az oldal az, ami még így egyben foglalja az egyes értékeléseket, valamint egy ilyen jelentéskészítőt is magába foglal. Ami még szakmailag feltétlenül fontos megemlíteni ennél az oldalnál, hogy ennek az oldalnak a havi látogatottsága az 400 ezer felhasználó per hó. Ebből a 400 ezer egyedi látogatóból mindösszesen 21-22 ezer fő a valós pályázó. Ez megmutatta a számunkra, hogy az NFÜ szakmai oldala elérte a végességének határát. Szerintem nagyon sok média tulajdonos lenne arra büszke, hogyha az oldala ilyen nagy mennyiségű egyedi látogatót tudna produkálni, ami ugye oldal letöltések számában több mint 1,6 millió per hó. Köszönöm szépen. Tehát elérte a kampányunk azt a tűrés határt, amivel már igazából több embert szakmai oldalra terelni nem lehet. Ugyanakkor a lakosság megszólítása nagyon fontos, hogy a fejlesztés politikai kommunikációt közelebb vigyük az emberekhez, és valóban megmutassuk azt, hogy ez a 800 milliárdnyi forint, ami az országba áramlott az elmúlt időszakban, milyen fajta profitabilitási lehetőséget nyújt, akár erkölcsileg, akár anyagilag is. Meg akartuk mutatni azt Magyarországnak,
és valósan mondom azt, hogy Magyarországnak, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ekkora forrás került lehívásra, és sikeres pályázataink vannak. Bár Szlovákiához képest még mindig elmaradásban vagyunk, de a sikeres pályázatok száma azt jelenti, hogy nagyon sok vállalkozó lelkű és tenni akaró ember él ebben az országban, és nyilván példát is akarunk mutatni, hogy igenis lehet pályázni, bárkiből lehet sikeres pályázó. Az NFÜ szakmai oldalán a pályázóknak adunk segítséget, felvilágosítást, látható, hogy a legújabb technológiákkal dolgozunk. A lakossági oldal, ami az ust.gov.hu, pedig már kifejezetten a lakosság számára készül, hogy a lakosság tudjon arról tájékozódni, hogy saját régiójában, településén, szűkebb környezetében milyen projektek valósultak meg, és milyen projektek várnak még megvalósításra. Ez az oldal is számos olyan technikai vívmánnyal rendelkezik, ami azt gondolom, hogy egyedülálló, különösen az államigazgatási szektor tekintetében. Igen, tulajdonképpen ez az oldal, amit így abszolút így a felhasználóknak próbáltak elkészíteni. Ugye ez az a platform, ami bemutatják az egyes lezárult projekteket, a fotóalbumokat készítenek róla. Ugye nagyon fontos volt az oldal kialakításánál a social media szinergia, hogy tulajdonképpen mind a Facebookot és egyéb más social media lehetőségeket tulajdonképpen meg tudják osztani az emberek ezeket a híreket, minél több csatornát próbáltak használni. Nagyon fontos, hogy az oldalon videótartalmak elhelyezése szintén egy eléggé kiemelt figyelmet kap. Itt ezzel is próbálják a felhasználókat és az embereket is arra ösztönözni, hogy az elkészült projektekről készítsenek videókat, és így osszák meg, hogy ezzel is még több embert tulajdonképpen próbáljanak rávenni arra, vagyis nem is az, hogy rávenni, hanem bemutatni, hogy nem egy bonyolult dolog a maga a pályáztatás. Ami fontos ebben talán az, hogy a kampány minden eleme, a sokat emlegetett és már kicsit ilyen elcsépeltnek hangzó interaktivitásra épül, valóban minden eleme azt a célt szolgálta, hogy bevonjuk a lakosságot, hogy bevonjuk az embereket, hogy bevonjunk benneteket, és azok a pályázók, akik sikeresen hozzájutottak forrásokhoz, ne elégedjenek meg azzal, hogy a szokásos közérdekű információt óriás plakát formájában kihelyezik az épülő ingatlan kórház óvoda elé, hanem hogy folyamatában videótartalmakat helyezzenek el, és ezáltal tájékoztassák szűkebb környezetüket arról, hogy mi történik a projekttel. Kicsit maradva a média szakmánál, a kampány külön sajátossága egy áprilisban induló és június végén befejeződő kampánysorról van szó, egy nagy volumenű kampányról. Külön sajátossága volt online regionális média eszközök használata. Ezt már sok esetben elmondtuk az offline regionális médiák esetében, hogy piaci súlyokhoz képest talán kissé mellőzöttebbek, és hajlamosabbak vagyunk róluk elfeledkezni. Ez még inkább igaz a regionális online médiákról. Azt a küszöb értéket sem érik el, hogy egyáltalán valós versenytárs költésről, vagy valós aktivitásokról tudjunk esetükben beszélni. Számunkra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kampányában nagyon fontos volt, hogy a 7 régió, ehhez tudni kell, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 7 régióba tagozódik, mind a 7 régiónak a munkássága bemutatásra kerüljön, és régiónként 6 olyan megvalósult projektet választottunk ki, amelyek már elkészültek, léteznek, és a helyi lakosság számára átadásra kerültek. Ez azt jelentette, hogy régiónként 6 kreatív készült, ez összesen 42 darab regionális kreatív, és ha itt látok ügyfelet a soraink között, az ügyfelek nagyon jól tudják, hogy regionális kreatívok specifikus elkészítése milyen időigényes elsősorban ügyfél oldalról, a regionális kreatív tartalmaknak az előállítása. Mi azt gondoljuk, hogy soha korábban nem volt olyan kampány Magyarországon, de ha tudtok ellenkező példát, kérem jelezzétek, amely regionális online média kampányokat valósított volna meg. 7 darab regionális online kampány futott egymással párhuzamosan az országos kampányra ráépülve. A szokásos országos híroldalak és a szokásos offline médiák mellett így lejjebb mentünk. Én azt gondolom, hogy olyan mélységébe ágyazódott be a kommunikációs kampányunk, amelyre korábban nemhogy az államigazgatási szektorban, de a kereskedelmi szektorban sem volt példa.
Igen, és nagyon fontos csatornának használják tulajdonképpen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, és szintén kiemelt projekt a Facebook. Ugye itt ők is felismerték azt a lehetőséget, hogy az a platform, ahol tulajdonképpen tudnak kommunikálni a felhasználókkal, itt egyből visszajelzéseket kaphatnak. Úgyhogy hát létrehozták a saját kis Facebook oldalukat, aminek ugye a specialitását 2012. májusában startolt az oldal. Ami nagyon fontos volt számukra, az az, hogy éves kommunikációs stratégiában gondolkodtak, tehát már még mielőtt létrehozták volna az oldalt, előtte megelőző munkában először a stratégiát dolgozták ki, hogy mi is az, amit szeretnének kommunikálni, valamint ugye nagyon fontos az, hogy napi szintű frissítés van. Nándortól megtudtuk azt, hogy ezt úgy kell elképzelni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, hogy összesen 4 dedikált személy van, aki kifejezetten a sajtóval foglalkozik, és minden dedikált személy havonta rotálódva frissíti a Facebookot, és ezzel próbálják elkerülni azt, hogy valaki belefásuljon tulajdonképpen a munkába, hogyha ez egy emberre van, csak dedikálva, így folyamatosan frissítik ezeket az információkat. Azért tartom ezt a Facebook kampányt erősnek, mert éves kommunikációs stratégián alapszik. Tehát nem csak ennek a kampánynak a része, hanem egy jól átgondolt kommunikációs stratégia része. Nem egy öncélú történet. Sajnos azt tapasztaljuk a piacon, hogy ez építő jellegű kritika a megrendelők felé, hogy sokszor keresnek meg bennünket azzal, hogy kellene egy Facebook oldal, mert még nincs. Csak nem gondolják azt, hogy egy Facebook oldallal foglalkozni kell. Nem elég egyszer a Facebook oldalt létrehozni, nem elég egyszer tartalommal feltölteni, és az ügynökségek ezt a részt nem tudják vállalni, hiszen mi nem vagyunk benne az ügyfelek napi szintű életében. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél ez ezért volt egy nagyon komoly belső átszervezési lépés, hogy a Facebookra dedikált embereket alkalmaznak, akik naponta foglalkoznak a bejegyzésekkel, naponta válaszolnak, naponta töltenek fel új tartalmakat, életben tartják az oldalt, és valósan interaktívvá teszik. És nem a lájkok száma a fontos, hanem az, hogy a beérkező megkeresésekre a megfelelő választ megkapja az adott érdeklődő. Igen, de ezen kívül ugye a Facebook az platformot nyit arra is, hogy játékokkal vonják be a felhasználókat. Hát itt kiemelném, volt egy fényképfeltöltős játék, aminek tulajdonképpen egy sima, ugye már lerágott csont fényképbe küldős, küld be a fotódat. Itt van az új Széchenyi tervnek ez a jellegzetes jele, ami egy rajszög, vagy más néven pik. Angol elnevezést találtunk, hogy pin. Ennek a magyar megfelelője a rajszög, de várjuk a kreatívok jelentkezését, aki ennél jobbat tudnak kitalálni, mert a hőlégbalon az sajnos már lejárt. Így van. Tehát tulajdonképpen ezzel kellett fotózkodni, olyan, ugye ezeket elhelyezik azokra az épületekre, ami a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által nyert pénzt pályázaton, emellett kellett lefényképezni magukat, és föl kellett tölteni. Hát tulajdonképpen ez eléggé sikeresnek értékelték, ugyanis a kampány indulása után másfél hónappal 1000 fénykép beküldés került, és hát köztük sorsolták ki a nyerteseket. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek is, mint a legtöbb államigazgatásban tevékenykedő megrendelőnek az egyik nagy hátránya, hogy nincsen kézzelfogható terméke. Nem tudjuk leemelni a polcról, nem tudunk kóstoltatást végezni, nem tudunk termékmintát adni. Ahhoz, hogy kézzelfoghatóvá tudjuk tenni a projekteket, valahogy rá kell venni az embereket, hogy menjenek el és nézzék meg azokat. Ez a játék ez erről szólt. Menjetek el, nézzétek meg, fotózzátok le, töltsétek föl, és mellesleg nyerhettek is, és igen értékes nyeremények kerültek kisorsolásra. Ez a fajta kísérleti játék, mert nevezzük kísérleti játéknak, minden esetre beigazolta azt, hogy van ilyesfajta érdeklődés, persze a nyeremény is számít, mint tudjuk, de az, hogy 1000 fotó feltöltésre került, ez azt jelzi, hogy ezt a fajta munkánkat tovább kell végezni, el kell vinni a lakosságot a termékhez, és a helyszínen meg kell valósítanunk a kóstoltatást.
Hát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a stratégiájába beletartozik az is, hogy hát mielőtt úgymond kikerül egy videó, előttem vizsgáljuk meg, hogy a felhasználók hogyan reagálnak rá, mekkora érdeklődés fogja követni ezt a videót. És tulajdonképpen ez a spot mielőtt lement volna a tévébe, egy 10 napos vírusmarketing kampány keretében először terjesztésre került az interneten, és hát tulajdonképpen itt láthatjátok azokat a kampányadatokat, hogy egy 10 napos kampány alatt 11 ezer, 11 és fél ezer megnézés történt tulajdonképpen, és miután ugye így kiértékelték a kampányt, és sikeresnek értékelték, utána került a tévébe levetítésre. Igen, ez egy újítása volt a fókuszcsoportos megoldásoknak. Nyilván a TV Storyboard megjárta a fókuszcsoportokat, 3, illetve 4 tévéfilm futott egymással párhuzamosan, és nagyon fontos volt, mert először végeztünk ilyen jellegű kommunikációt, hogy bevonjuk a lakosságot a fejlesztésekbe, nem hibázhattunk. Itt nagyon fontos volt, hogy a TV copy elérje azt a kívánt hatást, amit szerettünk volna, és a fókuszcsoport mellett a futtatott vírusmarketing vagy vírusvideó megoldás rávilágított arra, hogy mely filmeket adjuk tévéadásba, és melyeket nem. Voltak olyanok, amelyek kikerültek, mert egyszerűen nem volt érdeklődés, nem volt továbbküldés, amelyek már adásba kerültek, azok már megjárták a vírusmarketing útját. És végül, de nem utolsó sorban, tulajdonképpen szerették volna valahogy bevonni, aktivizálni a fiatalokat is. Őket megtalálni, vagy pontosabban az ő megtalálásukra a Volt Fesztiválnak a programfüzetében helyeztek el egy QR kódot. Ugye itt is próbálták egy kicsit a mobil marketinget belevenni a dologba, és hát így szerették volna tulajdonképpen a fiatal célcsoportot is aktivizálni. Itt tulajdonképpen, hogyha a QR kódra valaki rákattintott, akkor ugyanabból a perspektívából két utat talált az ember. Az egyik az egy ilyen rögösebb út volt, ami egy földút volt, a másik pedig egy szépen frissen aszfaltozott pálya. Tehát ez is tulajdonképpen csak ilyen image jellegű kommunikáció volt. Ami még a Volt Fesztiválhoz, illetve a Szigethez kapcsolódott, még erről nem hoztunk szlájdokat, de mindenképpen kérte a Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szóvivője, hogy mondjam el nektek, hogy pár évvel ezelőtt, amikor még nem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél dolgozott, állampolgárként, turistaként érkezett Németországba, akkor nagyon sok fogyatékkal élőt látott az utcán. És megdöbbentette az, hogy Németországban éle több fogyatékkal élő, vagy csak Magyarországon nem tudnak kijönni az utcára. És mikor felvetette ezt az ötletet, és ahogy említettem, nagyon-nagyon sok ügynökség dolgozott ezen a kampánysoron, a fiatalok megszólításában ugye a Volt Fesztivál és a Sziget szinte adja magát, ebben semmi kreatív ötlet nincsen. Viszont az, hogy rámpákat helyeztünk el a nagy színpadok környékén, hogy a fogyatékkal élők is meg tudják közelíteni a fesztivál helyszíneket, mind a Szigeten, mind a Volt Fesztiválon, ez egy teljesen egyedülálló és emberi kezdeményezés, és igazából nem is került sok pénzbe. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logóját nyilván viselte a rámpa, nyilván az ott élők, az ott felhasználók elnézést nyilván tudták, hogy kinek köszönhetik ezt, és tényleg nagyon sok sírós, zokogós pillanatot éltünk át, amikor láttuk, hogy fogyatékkal élők el tudnak jutni színpad közelségbe. A Volt Fesztivál NFÜ támogatásunk elég nagy sajtóvízhangot kavart, és nagyon sok negatív kritikát kapott. Sok helyen jelent meg az, hogy miért akarunk mi 16 évesekhez szólni. Mi köze van egy 16 évesnek a fejlesztési projektekhez? Én azt gondolom, hogy minden józan érzésű ember tudja erre a választ, a ma 16 éves a jövő generációja. És a mai 16 évesnek is tudnia kell, hogy milyen országban él, milyen fejlesztéseknek köszönheti az egészségügyi, vagy akár az oktatási ellátását, és milyen Magyarországot építünk a jövőben. És bízom abban, hogy a kampány ezt meg tudta mutatni. Köszönjük a figyelmeteket! Köszönjük!